Ripő Rónai Józsefet nyugodtan nevezhetjük a magyar művészet történet egyik legjelentősebb alakjának. A Józsa András Múzeumban szerda délutántól egészen jövő év márciusáig megtekinthető az Élet édes tarkasága című kiállítás, amely arra törekszik, hogy a művész teljes életművét felvonultassa. Szenzációs maga ez az összegyűjtött anyag, csak itt látható, ugyanis mi rendeztük, szerveztük ezt a kiállítást, 8 magyarországi múzeumból kerültek ide a ripliképek, és magángyűjtők is iratták nekünk a gyönyörűbbnél gyönyörűbb alkotásokat. Úgyhogy így jött össze ez a kép. 5 hónapig lehet megtekinteni a Józsa András Múzeumban, és utána visszakerülnek a múzeumba és a magángyűjtőknek a raktáraiba. A művész imádta az életet, nem csak tehetsége, hanem habitusa is érdekessítette a személyét. A Müncheni Művészeti Akadémián kezdte tanulmányait, később magánéleti válsága miatt Párizsba vette az irányt, és posztimpresszionista, szecessziós stílusban alkotott. A képek egyedi összeállításához a Szépművészeti és a Kaposvári Ripőrónai Múzeum mellett az Ernst Múzeum is hozzájárult. Nagyon büszkék vagyunk, hogy erre a tárlatra elég nagy számban 12 darab olajfestményt adhattunk, amely a tárlat méretét tekintve, azt hiszem 160 mű van, abból csak 60 az olajfestmény, hát elég nagy szám, 20%-ot jelent. Azt is el kell mondanom, hogy mivel Ripőrónaival kapcsolatban ismertek vagyunk, talán nem is hangozhat furcsán ez sok embernek, hiszen ismert gyűjtői vagyunk a művésznek. Azt kell nézni, ami tetszik. Az, amivel mi körbevesszük magunkat, akár a lakásunkba, 1000 szónál is többet mond rólunk. Arról, kik vagyunk, arról, mik az érzelmeik, arról, hogy hogyan látjuk a világot. Nem feltétlenül a világ hogyan lásson minket, fordítva, mi hogyan látjuk a világot. A kiállítás biztosítási értéke mintegy 4 milliárd forint, és a biztonságra is fokozottan figyelnek. Egy teremben egy időben legfeljebb 25 ember tartózkodhat, a tálat vezetések között pedig szellőztetést végeznek. Az érdeklődők egy internetes felületen regisztrálhatnak.